A magyar kanizsai önkormányzat idén 3 millió dinárt választott ki az állami földek után beérkező bérletből a talajok termőképességének a felmérésére. A zentei mezőgazdasági szakszolgálat munkatársai összesen 1500 talajmintát fognak kivenni és megvizsgálni. A nyári őszi időszakban 1200 mintán végzik majd el a teljes MPK elemzést, a télen pedig a kalászosok fejtrágy adagjának megállapításához fognak újabb 300 mintát begyűjteni. A mai napon megkezdtük a 2015-ös szezonnak a talajmintaszedést, vagy talajmintavételt a kanizsai községbe. Az önkormányzat jóvoltából 1200 minta van előrelátva. A falugazdász irodákban július 27-e óta fogadják a földművesek jelentkezését. Egy hét alatt 26-an éltek a lehetőséggel. A kérvény abból áll, hogy a termelő megadja a pontos parcellás számát annak a területnek, amelyről a talajmintázást el akarja végeztetni, és 5 éves vetéstervvel kell, hogy jöjjön arra az adott parcellára. Egy termelőnek 10 mintavételre van joga. Kecskés Károly magyar kanizsai gazda 6 parcellát jelentett be a talajminta elemzésre, melyek teljes területe 5 hektár tesz ki. Megtakarításra számítok, mert mégiscsak akkor tudjuk, hogy mit kell utána pótolni, milyen kultúrát vetek következő 4 évben, ezt be kellett adni, és akkor célzottan tudom pótolni az ásványanyagokat, nem pedig vaktából, mindeddig, ahogy csináltam. Mint megtudtuk, néhány héten belül 2 másik tiszamenti községben, Csókán és Zentán is megkezdődik majd az önkormányzatok által pénzelt talajerővizsgálat.